Sziasztok! Itt belopakodott a Voice of America Jazz Hour 1956. november 23-ai adása, ami tulajdonképpen egy elmaradás, hogy ezt hallgatjuk az elmúlt alkalommal is szó esett róla, és akkor elmulasztottam elhozni ezt a felvételt. Röviden erről annyit, hogy a felvétel az néhány héttel, vagy inkább néhány nappal 1956. október 23-a előtt készült. Egy olyan zenéről szóló felvétel, olyan zenékről, amelyek elfogadhatatlanak voltak a kormányzat által, már ha lehet így nevezni azt a hatalmat, hogy kormányzat abban az időben. Tehát ez még a 3T előtt sokkal volt, tehát tudjátok, mi az a 3T, ugye az acélkorszaknak a 3T-je, a tiltott, tűrt, támogatott. Hát nem volt szükség erre a 3T-re, mert a jazz az automatikusan a tiltottban volt. De nem csak a jazz, hanem egyáltalán jazz által megérintett bármilyen egyéb zene. Az ugye az imperialistáknak a, hát a méteje volt, ugye, ami véletlenül se érinthette a dolgozó nép, a szocializmus felé haladó és öntudatos dolgozó nép fülét, ugye, nem sérthette az ilyesmi. Ennek ellenére ez a zene mégis létezett, és néha-néha kis szűk nyilvánosságot is kapott, főleg olyan vendéglátó helyeken, ahol ezt olykor-olykor elnézte a üzletvezetés, hagyta, hiszen ezek a zenészek, akik ezen a felvételeken játszanak, ők mind aktív zenészek voltak, akik többnyire valamilyen eszpresszóban, éjszakai bárban, olykor esetleg étteremben játszottak, és hát olyasmit játszottak, amit kellett játszani, de azért valahol a mélyében azért ők ott voltak. Ott volt az a zene, csak legfőjebb az a közönség, amelyik oda járt, az ezt nem nagyon hallotta, meg nem is nagyon igényelte. Sőt, voltak egyébként olykor ilyen félig meddig titkos jam sessionök is, olykor lakásban, ami azért nem volt könnyű, hiszen a legtöbben nem valamilyen családi házban laktak, vagy pedig olyan társasházban, ahol volt megfelelő hangszigetelés esetleg, tehát nem nagyon működhetett. De olykor záróra után esetleg valahol, ahol az üzletvezető félrenézett, összejöttek valamelyik bárban, vagy kávéház, egykor kávéházként funkcionáló helyen. Ugye ebben az időben kávéházak, ahogy azt a két világháború közötti időszakban, meg korábban ismerte a világ, ilyen helyek nem voltak. A helyek azok használatban voltak, csak nem nevezték őket kávéháznak, meg nem is úgy funkcionáltak. Jó. Nos, akkor hogy történt ez a felvétel? Hát ez úgy történt, hogy az akkori budapesti amerikai nagykövetségnek valamelyik
munkatársával valakinek sikerült kapcsolatba lépni, és az amerikai nagykövetség kibérelte a hanglemezgyárnak a stúdióját, és ott történtek meg ezek a felvételek ezen a bizonyos napon. Ez egy napon történt az összes felvétel, ami ezen a lemezen van. És aztán a felvételt magát pedig, amiből nem maradt ott példány egyáltalán a hanglemezgyárban, hiszen ez egy magán dolog volt. A hanglemezgyárnak a vezetősége az beleegyezett, hogy odaadta az amerikai nagykövetségnek ezt valamilyen diplomáciai felvétel céljára. Azt nem tudom, hogy mennyire tudtak ott a stúdió, a hangtechnikusokon kívül a többi munkatársai a stúdiónak arról, hogy mi folyik ott. Biztos, hogy tudtak, sőt, valószínűleg a megfelelő összekötő is eljutatta az információt a megfelelő helyekre, de hát gondolom, hogy nem akartak ebből ügyet csinálni, már csak azért is, mert még egyszer, tehát az időpont néhány nappal 1956. október 23-a előtt van, ami akkor történt, az azért nem teljesen váratlanul érte azokat, akiknek meg kellett volna akadályozni azt, ami történt, és nem tudták megakadályozni, meg nem is nagyon mertek igazán radikális eszközökhöz nyúlni ezekben a napokban. Így aztán a felvétel elkészült, a felvételt azt elvitte magával az amerikai nagykövetség munkatársa, és aztán az a diplomáciai postával eljutott Washingtonba, ahol is az általam már az előző alkalmakkor bemutatott Willis Canover moderátor kezében megszerkesztésre került, és hát az ő konferálását hallhattátok, ahol ő ezt elmondta, hogy kik ezek, akik játszanak. És elmondta azt is, hogy tehát ugye november 23-án vagyunk, tehát már lezajlottak az események ugye Budapesten, Magyarországon, a számukra is titok, hiszen éppen az ő híradójuk volt az, amelyik leghívebben közvetítette ezeket a Pesten történő, illetve Magyarországon történő eseményeket a világba, tehát pontosan tudták, hogy mi történt. És elmondta Canover, hogy keletkezett ez a felvétel, és azt viszont sajnos nem tudja megmondani, hogy azok, akik játszanak ezeken a felvételeken, azoknak olyan módjukban áll-e egyáltalán meghallgatni ezt az adást, amin éppen szól ez a felvétel, hiszen róluk nem lehet tudni jelenleg semmit se, hogy hol vannak, mit csinálnak. Mi azt tudjuk, hogy a felvételeken játszók közül csak egy, azt hiszem hárman voltak összesen, akik elhagyták az események után Magyarországot, köztük pedig az a Szabó Gábor, aki itt is játszik egy felvételen, aki tulajdonképpen lehet mondani, hogy az egyetlen egyértelműen világhírű magyar jazz muzikus lett mind a mai napig, akire azt lehet mondani, hogy világhírű. És azt nem tudta Willis Canover, hogy ez a Szabó Gábor november 23-án éppen útban van Amerikában, lehet, hogy már meg is érkezett oda, ugye, mint egy disszidens, tehát azokon a stációkon ő is átment, azt nem tudjuk pontosan, hogy
hogy mikor érkezett oda meg, és hogy mikor került aztán be a, ott a jazz életnek a forgatagába. Tehát azért az eltelt ott legalább egy év, másfél év, amíg ez megtörtént. Addig ő a disszidensek hányatott életét élte ott Amerikába, minden különösebb, külön protekció nélkül. Egyébként a Dambit magazinnak az évkönyvében, az 1958-as évkönyvében szerepel először Szabó Gábor neve, aki éppen az évi Newporti Jazz Fesztiválon egy nemzetközi ifjúsági Big Bandnek a tagjaként játszott, amiben majdnem csupa európai, meg amerikai szempontból tengeren túli muzsikus játszott, köztük Szabó Gábor, akit itt ismerték meg a néhány nagy név, és innen kezdődött az ő karrierje. Ez hány időtáj... éves volt ő ekkor kb? Hogy? Hány éves lehetett? Ő ekkor volt 24 éves. Vagy 23, ne, 24, igen. És előtte már, tehát a megérkezése után nem valamennyi idő eltelt, és valahogy sikerült eljutni a Berklee Jazz School-ba, amely ugye mindig is Amerikán kívüli jazz, fiatal jazz tehetségeket támogatta, hogy ösztöndíjjal oda fölvették, és ott a legnagyobbak tanították őket. Nos, Szabó Gábort ez az 58-as Dambit évkönyvről annyit ír, hogy magyar született ekkor és ekkor, és egyébként menekült szabadságharcosként érkezett 1956-ba Amerikába. Egyébként majdnem mindenki szabadságharcosként volt elkönyvelve, ugye, aki 56-os események után a hivatalos csatornákon bekönyvelésre került. Tudomásunk szerint a Szabó Gabi semmilyen eseményben itt nem vett részt, ami, ha csak ezt a felvételt nem számítjuk szabadságharcnak, végül is akár számíthatjuk is. Most már mondhatjuk azt, hogy tényleg szabadságharcos volt, de nem csak ő, hanem az összes zenész, aki ezen a felvételen játszik, hiszen a szabadságért nagy kockázatot vállaltak, hogy a szabadságért tegyenek valamit, a zene szabadságáért, hogy játszották azt a zenét, amit már korábbantól kezdve a világon mindig is, mint a szabadságot sugárzó zenét ismert meg a világ, és lehet, hogy ti is azért hallgatjátok, mert szeretitek ezt az érzést, amit közvetít ez a zene. Jó, akkor most még a következő számot azért játszom, mert hogy abban van a Szabó Gabi. Tehát elmondta Willis, én Willisnek hívom, egyébként már ő sem él, mint ahogy ezen a felvételen szereplő egyetlen egy zené, ezt végig csináltam egy leltárt, hogy a felvételen szereplő, tehát összesen 11 elég hosszú felvétel van ezen a CD-n, és senki sem tartozik már az élők sorába, akik ekkor játszottak ezen. És ez tehát a Szabó Gabi fog játszani a következő felvételen. A Willis Canover még annyit is elmondott, hogy a stúdióban vele ott vannak a néhány legfontosabb
az amerikai jazznek, illetve egyáltalán jazznek néhány legnagyobb alakja ott van vele a stúdióban, akiket ezek a zenészek, akik a felvételeken játszanak, az ideájuknak tekintettek, és akiket hallgattak éppen ezen az adáson keresztül korábban, ugye. És ezek között volt Jerry Mulligan, említette első helyen, ott volt a J.J. Johnson, ott volt a Quincy Jones, Billy Taylor, ők voltak ott a stúdióban a Canoverrel, és hallgatták, hogy hogyan játszanak azok, akik őket idealizálják. Very well. And the composition, I believe, must be original. And it's a very interesting original composition. I think very well played. There was no actual jazz solo, improvised thing. Most of the stuff sounded written. And I think it's a very, very good interpretation of the George Shearing influence. And considering, as we know, that they've only been listening to the music of America for the past 2 years, I think it's a fabulous recording. Quincy Jones. Well, I had the I heard a little bit of the sharing in there too, but I also think that they were slightly influenced by the Mind Jazz Quartet. I heard some of the traces of that influence in it, and like Tony says, it was done very well, and they have much better conception than some of the other countries that have been playing jazz, and a much looser conception than some of them that have been playing jazz much longer. Jerry Mulligan. Yes, I agree with you, Quincy. I noticed the strong MJQ flavor more in the mood and the construction. Inkább az előző felvételről beszélnek ezek a nagy emberek. De számomra egyébként ez azért is nagyon fontos ez a felvétel, mert én emlékszem, hogy amikor én először egy lemezen hallottam a Jerry Mulligant beszélni, akkor majdnem sírtam, hogy hallottam beszélni, hogy ez az ember mondott valamit egy lemezen, ugye? És az a lemez, elég rossz állapotú lemez, azóta is megvan nekem emiatt, a konferálás miatt, mert a rajta lévő zenei anyag a többszöröse megvan más lemezeken, csak azokon nem beszél a Jerry Mulligan. Tehát ez a lemez, ez a nagyon összekarcolt, recsegő, röpogó lemez emiatt van meg nekem.
Azt hiszem, hogy mai füllel hallgatva ezt a zenét, hogyha nem tudnám, hogy kik játszanak rajta, akkor azt mondanám, hogy azok játsznak, akik az ő ideáljaik voltak. És ismervén az ebből az időből származó más európai országokból való felvételeket, hát sokaknál ez a zene sokkal előbbre tart. Tehát sokkal inkább ott van, ahol a jazz éppen van ebben az időben. És ez elsősorban egyébként a Szabó Gáborra vonatkozik, mert hogy ilyen gitár, egyébként érdekes módon ugye ebben az időben már van egy másik gitárosunk is ezen a szinten, ez a Zoller Attila, aki végül is szintén eljutott később Amerikába is, de igazából ő Európában volt, és nem jutott el olyan ismertségi szintre, mint a Szabó Gabi, de nem is volt annyira új. Tehát a Szabó Gabi, lehet mondani, itt már majdnem előbbre tart, mint azok, akiket állítólag idealizált. Vagy legalábbis ugye nem sokkal ezután, egy 3 évvel körülbelül ezután, ő egy, lehet mondani, egy forradalmian új gitár hangszínnel játszik, amiből lehet mondani, hogy szinte olyanok, mint megelőzött olyanokat, mint a Wes Montgomery vagy másokat, és lehet mondani, hogy az a fajta rock gitározás nem ez az egyen rock gitározás, ami ma van, hanem amikor még a rock gitárosok is hát dobozgitáron játszottak erősítve, ugye? Tulajdonképpen abból úttörő volt a Szabó Gabi a 60-as évek elején. Hát ugye itt most még csak 56 van. Hogy személyesre fordítsam a szót, mert hát végül is ez valahol önző módon egy kicsit rólam is szól, hogy mi volt velem ekkor. Hát ugye ekkor én már hallottam jazzt, nem ilyesmit, nagyon messze voltam én ettől, semmit erről, az egészről természetesen nem tudtam semmit, én nem voltam ilyen 56-ban még ilyen titkos jam sessionökön, vagy ilyesmi, de tehát ekkor még inkább ilyen kívülről hallgattam a táncra játszó zenekarokat, mert hogy oda se, kis tiniként még nem nagyon mehettem be, de furcsa módon a Szabó Gabival én már találkoztam ekkor. Az túlzás azt mondani, hogy ismertem, de mindenesetre találkoztam vele. Ez úgy történt, hogy az élet furcsa dolgokat produkál. Az édesanyám egy építőipari szövetkezetnek az irodájában dolgozott, ott volt könyvelő, és ennek az irodának az ablaka egy olyan mellékutcában, a 8. kerületnek egy olyan mellékutcájában nyílott az az ablak, hogy a szembe lévő háznak a földszinti ablakában történetesen éppen egy tini gyerek szokott az ablakba kiülve szaxofonon gyakorolni, és én néha bementem az anyukámhoz a munkahelyére valami miatt, és akkor egyszer éppen ott ült az ablakban, egy kis csöndes mellékutcáról van szó, és ott gyakorolt. És ez a fiú, ez körülbelül ugyanannyi idős volt, mint én ebben az időben. Minden esetre az valami hihetetlen volt, amit én ott hallottam tőle. Na, ez a fiatal ember, vagy gyerek inkább még szintén, mint én, ő volt a Lakatos Dezső, akit ablakosként ismer a világ, ugye? Ekkor még egyáltalán nem ismerte őt senki. Hát ismerték a kollégák, ugye, a zenészek. Ugye ez 8 Kert központjában vagyunk, ugye, tehát ez a roma zenei világnak az egyik
lehet mondani, központja Budapesten ebben az időben. Ezt én persze nem nagyon tudtam, de mindesetre ekkor összeismerkedtünk, és aztán így módon így találkoztam másokkal is, annélkül, hogy eljutottam volna esetleg azokra a helyekre, ahol ők játszottak. Egyszer-kétszer azért sikerült. Egyébként érdekes módon később több ilyen ablakon keresztül ismerettségem született, ahol laktunk egyébként az Erkel utcában. Ott is pont a szemben lévő házban, az ablakban szokott gyakorolni, az a tenor szaxofonon egy másik ember, aki jó, ezeknél fiatalabb volt, de ez egy későbbi történet, majd esetleg akkor szóba kerül, vagy nem. Minden esetre most egy pillanatra játszanék valamit attól a Jerry Mulligantől, aki ugye ott ült a stúdióba, és aki az előbb elmondta itt a véleményét arról, hogy ez a felvétel, amit tőle játszunk, ez... És mit mondott a Mulligan? Vagy emlékszel, hogy mit mondott a Mulligan? Igen, azt mondta, hogy tehát nem erről beszélt, ja. Nem erről a számról, hanem az elsőről, amit még itt gyülekezőkor szólt, hogy ez nagyon emlékezteti őt a Modern Jazz Quartetre ez a hangzás, de nagyon originális, és a Modern Jazz Quartetnek is, mondja a Mulligan, vannak olyan hatásai, ami a európai kompozíciós zenéből vesz dolgokat, illetve nem mondja, hogy barokk, mi tudjuk, hogy inkább barokk, de később aztán ugye az MJQ tényleg játszik úgynevezett third stream musicot is, ami a... nincs erre jó magyar szó, az angol classical musicot használ. Ugye magyarul ezt nem használhatjuk, hogy klasszikus zene, mert az foglalt valami másra. Ugye? Magyarul jobb hián azt szoktuk mondani, hogy komoly zene. Ugye? A jazzisták, mi jazzisták úgy hívjuk, hogy a szomorú zene. Ugye? Hogy olyas, tehát ilyen crossover dolgot, ez egy későbbi kifejezés, hogy crossover jelent ez a third stream music, ez a harmadik utas zene, ami különböző kompozíciós zenei korszakoknak a elemeit vegyíti a jazzel, és hoz létre egy ilyen stílus, lehet mondani, hogy ez egy külön stílus, nem korszak a jazzben, mert ez mindig is lett utána is, meg előtte is volt, és ma is van ilyen. Tehát, hogy ilyesmit játszik az a zenekar, ez a zenekar, nagyon tetszett neki a vibrafon játék, ugye az a Radics Gábornak a vibrafonos, aki aztán a Astoria Jazz Quartetnek a tagja, még ekkor nem volt az Astoria Jazz Quartet, az 56 után rögtön keletkezik, Kertész Kornél vezetésével. Lehet, hogy majd esetleg sort kerítünk rá, egy szám erejéig legalább. És a Modern Jazz Quartet az a maga idejében az, és utána még évtizedekig az egyik leg volt a jazzben, ugye? És akkor mond róla néhány apróbb stilisztikai dolgot is, hogy milyen jó a time-ja a zenekarnak, hogy mennyire jazzes, nem is gondolná, hogy ezek európaiak. Ő még európaiaktól nem nagyon hallott ilyen time-ot, ez egyébként nem igaz, nem nagyon hallott európaiakat valószínűleg, mert azért voltak mások is, ugye? És ez, hogy az európaiak mennyire utánozzák az amerikaiakat, és az európai jazz az mennyire csupán egy amerikai nak a másolata valamennyire, ez egy örök vita tárgya, és erről nem érdemes, de te kérdezted, hogy mit mondottam alig. Jó, hát akkor ha...
legelső Jerry Mulligan kvartett. Mulligannek vannak korábbi felvétele is ennél, tehát ekkor ő már egyébként híres volt, mint szólista. De hát ezen a felvételen játszik ez a kvartett először, ahol a trombitás Chet Baker, talán többen ismeritek ezt a nevet. És ez a kvartett egyébként hát elég forradalmi zene, ugyanis egyik legelső olyan együttes volt, amiben nem volt harmónia hangszer, tehát nem volt akkordikus hangszer benne. Ugye kéthúvós bőgő dob felállás, ez tulajdonképpen a majd egy évtizeddel későbbi free jazznek a alapfelállása, ugye az Ornette Coleman Quartet is. Hát persze nem akarok abba a hibába esni, mint egykori kollégám, hogy hasonlítanak, mert abban is négyen voltak, meg ebbe is négyen voltak. Ugye van ez a híres történet, valaki elkövette azt, hogy a szabados kvartettet, a modern jazz kvartetthez hasonlította azon az alapon, hogy mind a kettőben négyen játszanak. Ugye? Tehát hasonló zene. No, itt szó sincs róla, hogy pusztán ennyi lenne a közös benne, hogy ugyanolyan négy hangszeres felállásban játszanak, hanem a zenei felfogás. Csak ugye itt ez nem használja az úgynevezett harmonódikus, tehát az, hogy eltávolodnak az akkord hangoktól, de úgy, hogy mégis ott vannak az akkord hangok valahol a centrumban, és attól, tehát egy kicsit ilyen, mint ahogy a népzenében is, ugye skála idegen hangok szólnak, ugye a minden népzenében, a magyar népzenében is. Lényegében erről van szó, a korai free jazznek az Ornette Coleman féle variációjában hány évvel később, nem is olyan sokkal, 5 évvel később mindössze, az ebben az időben ez nem olyan sok idő. És ez amúgy pedig visszatérve a múltkori alkalomra, tulajdonképpen ez is cool jazz. És egy kicsit ízelítőt kaphatunk ebből a coolságból itt is. Tehát, hogy mi is ez a cool. Tehát tulajdonképpen két dolog. Az egyik a hangzás, a képzés különböző hangszereken. A legmarkánsabban ez természetesen a szaxofonon, a szaxofonnak a hangképző intonációs tulajdonságából fakadóan ott a legmarkánsabb. Ugye? Tehát cool módon játszott az is, aki jóval előbb már úgy játszott, Lester Young tenoron, ugye, akire soha nem mondanánk azt, hogy cool jazz-t játszott, de az ő hangképzése, tehát az, hogy úgy üti meg a hangot, hogy ez egy kicsit olyan szemcsés, olyan kicsit mosott, nem látszó, fülünk becsap, és úgy tűnik, mintha nem markánsan ütné meg a hangot, mint ahogy más szaxofonosok, dehogy nem. Ők ugyanolyan markánsan ütik, intonálják a hangot, csak a hangszerüket úgy állítják be, a fúvókát, a nádat, stb. Úgy kombinálják össze, hogy attól egy kicsit ilyen darás, grízes, szemcsés lesz a hang, és egy kicsit kötöttebben kötik a hangokat egymáshoz, ami majd aztán később a Coltrane-nek a hangfüggönyeiben érhető igazán tetten. És így a hangok között úgy mennek át folyamatosan, hogy közben annélkül, hogy azt intonálnák, megszólalnak ezek a kicsit skálaidegen hangok. Persze ezek mégsem skálaidegenek, hanem tulajdonképpen lehet mondani, egy kicsit a barokk zenének az ellenpontozására hajaznak. Na, elég ebből annyi, nem szófés órát tartunk itt. Visszatérve, hogy a saját életemen keresztül nézzük a magyar jazz történetet, egyébként már a
ebben a tanévben először tanítunk magyar jazz történetet a jazz tanszakon, mint külön tantárgyat. Hányat is írunk most? 23. Igen, 2023-ban már tanítunk magyar jazz történetet a jazz tanszakon, amely ugye 1965-ben indult. Már eddigiekben beszéltem róla, hogy hogyan férköztem én a jazzben. Nem férköztem én, hanem egyszerűen csak úgy sodorta a szívem, hogy úgy mondjam, e felé. Tehát nyilvánvaló, hogy bennünk van egy... Tehát mindannyiunknak megvan egy, hiszem azt, ugyanúgy a frekvenciája és a hullámhossza, ami őt predesztinálja arra, hogy bizonyos fajta zenékre rezonáljon. És akkor az fog tetszeni. És ezzel nem lehet változtatni. Ez a születésedtől fogva így van. Tehát nem lehet azt akarni, hogy neked valamit tessék, vagy ne tessék. Aztán mondhatsz bármit, és az emberek mondanak is bármit, hazudnak össze-vissza, hogy ez nem tetszik ezért meg azért, közben pedig majd megőrül érte belül, ugye? És ugyanennek az ellenkezője is van. És az persze kötődik egy csomó egyéb dologhoz is, ami ehhez kapcsolódik. Majd egy kicsit később majd szó esik erről a jelenségről egyébként. Majd szeretnék róla beszélni. Mert hogy ez annyira fontos. Most ilyen sok éves fejjel tudom okosan ezeket mondani. Természetesen ekkor fogalmam se volt semmiről se. Ugye csak úgy vitt magával ez a dolog. Pont amiről beszélünk. Ez úgy vitt magával. És ugyanígy vitte magával ezeket az embereket is, akik alkották ezeket a zenéket. Ugye? Hogy lehet az, hogy a világ különböző pontjain ilyen hasonló zenék születtek, és egyébként ez nem csak ekkor volt így, tehát azt látjuk, hogy visszamenve az előző évszázadokra, vagy akár évezredekre, azt látjuk, hogy amit, mit tudom én, egy ember megír zenét, és eljátszik egy zenekar Németországba, azt ugyanúgy eljátszák Brazíliába is, meg Kínába is, meg valahol. Ha esetleg fordítva ez nem így van, az azért van, mert a jobb a PR-ja annak a németnek, mint mondjuk a kínai zenésznek, vagy a brazil zenésznek akkor, abban az évszázadban. Nos, a jazz az a fajta zene, attól amerikai, hogy van olyan, hogy amerikai ember. Szerintem olyan, legalábbis ebben az időben biztos, hogy nincs olyan, hogy amerikai ember. Mert Amerikában vannak olaszok, franciák, kínaiak, magyarok. Egyáltalán nincs olyan náció a világból, amelyik Amerikában ne lenne ott. Mondjuk látszólag azt mondjuk, hogy a 19. és 20. század fordulóján, amikor születik a jazz, tudjuk, hogy ez nem így van, mert a jazz már sokkal előbb született, amikor elkezdtek Amerikába menni mindenhonnan, és amikor aki nem akart menni, azt vitték, ugye, Afrikából, és azok ott összekeveredtek. Vitték magukkal a kultúrájukat, vitték magukkal a zenéjüket, és az ott elkezdett keveredni. És a csoda ebben az, hogy nem keveredett ott semmi, ugyanis a zene az mindenütt ugyanaz. Ugyanis a zene, ezt megint most mondom nagy okosan, de hát nem csak most, már egy-két évtizeddel ezelőtt is erre így rájöttem, meg nem csak én, hogy a zene az nem egy emberi produktum, hanem az a világgal együtt született. Tehát az a bizonyos rezgésszámoknak és hullámhosszoknak egy olyan rendezett rendszere, ami a világban van. Tehát itt jó, ezt a házat, ezt
ezt emberek építették, ugye? Meg lehet még mondani egy csomó mindent, ugye? A földeken a búza esetleg azt is emberek ültették, stb. De a búzát az ember csinálta? Búzát biztos. Azt állítjuk, hogy igen, ezt a fajta búzát ő csinálta, de hát ez hazugság, hát nem az ember csinálta a búzát, ugye? A búza az most lett. Jó, én hívő vagyok, én azt mondom, hogy Isten teremtette, de nem kell ez hívőnek lenni ahhoz, hogy belássuk, hogy valamilyen transzcendens e világon kívüli, ezen a szűk világon kívüli valami hozta létre azt a rendszert, ami nek minden alkotó része, szerves része ennek az egésznek. És ugyan az ember mindent elkövet azért, hogy ezt elrontsa, ezt a szerves, összefüggő, gyönyörűen működő valamit, egyre kevésbé működik gyönyörűen, ahogy megy előre az idő, ugye? Ezért sokat teszünk mindannyian, mi is, akik itt ülünk, még ha esetleg nagy környezetvédők vagyunk, akkor is azért csak rongáljuk a környezetet. Szóval a zene, és ezt az most már rengeteg kísérlet bebizonyította, hogy minden hangzat, tehát minden olyan, amit hangként fogunk fel, az emberi, ugye az emberi fül bizonyos rezgésszám határok közötti dolgokat fog fel hangként. Ami azon kívül van, azt is fölfogjuk, csak nem hangként fogjuk fel, hanem más érzetként. Maradjunk a hangnál. Amit mi hangként fölfogunk, azt az egyszerű gondolkodás két részre osztja. Van az egyik, ami kellemetlen, az a zaj, és aztán van, ami kellemes, az meg a zene. Ugye, vagy a zeneszerű dolog, ez lehet egy szépen nekünk tetszően beszélő ember, ugye azt mondjuk, hogy a beszéd is egy zenei minőség, ugye, akkor, hogyha valaki jól használja ezt a hangszert, ami itt van. Tehát az ének és a beszéd az igazából pont a népzenében látjuk, hogy olyan nagyon élesen nem válik el, és ez a jazzben is így van. Nos, egy Szőke Péter nevezetű muzikológus véletlenül vett észre néhány dolgot most már, vagy 5 évtizeddel ezelőtt írta azt a könyvét, ami a zene különös természete, azt hiszem ez a címe a Szőke Péter könyvének. Azt a madár hangokat tanulmányozta, a madár dalokat. Ugye mindig is az ember a madár hangokat mindig zenei dologként értelmezte és fogta fel. Ugye a madár dalokat sokan megfigyelték, gyűjtötték, amíg nem volt hangfelvétel, úgy gyűjtötték, hogy le is kottázták a madár dalokat, ha úgy tetszik. Na most ez a Szőke Péter a kutatásai során elkezdte használni a magnetofont arra, amire a már létező elektronikus zenészek már korábban is használták, nevezetesen, hogy a magnetofonnal ugye meg lehetett azt csinálni, hogy pontosan lassítani, gyorsítani a hangokat, tehát matematikai módon lehet többszörözni, vagy felezni, vagy tehát matematikai pontossággal manipulálni a hangmagasságot egy adott hangfolyamatban. Ugye? És ő ezt megtette a bizonyos madár dalokkal, amiket tanulmányozott, egyszerűen azért, mert jobban akarta a hangok komponensét vizsgálni. Ugye? Bizonyára tudjátok azt, hogy egy hang, amit mi egy hangnak érzékelünk, akár zenei, akár, de maradjunk a zeneinél, tehát leütünk a zongorán mondjuk egy hangot, az egy bizonyos hang. Az a hang, az nem egy hang, hanem rengeteg hang, ugye, ami a
a kottában meghatározott rezgésszámú hangnak a nem tudom hány többszöröse is szól vele együtt, és a nem tudom hány legkisebb közös többszörösig lemenve ezek az úgynevezett felharmonikusok, ugye, amik együtt szólnak, egy kicsit úgy működik ez, mint ahogy nekem az a szobrásznő jut eszembe, aki egy csomó sorbaállított, csinált egy csomó egyforma szobrot, azokat itt sorbaállította, és akkor azt lefényképezte, és akkor csak az elsőt lehetett látni. Ugye? De hát egy kicsit így működik ez a hangokkal is, úgy mi egy hangnak halljuk, azért mert ezek a hangok összeolvadnak egy hanggá, ugye, hiszen szerves egységet alkotnak, ugye? És az, hogy hány ilyen hang szólal meg, ez attól függ, hogy mi szólaltatja meg a hangot. Tehát, hogy milyen anyagból van az a valami, ami rezonál, és így tovább. Ugye ettől különbözik a különböző hangszerek hangja, ettől különbözik a te hangod az enyémtől, és ismerjük meg a különböző hangokat, úgyhogy hogy hány ilyen felharmonikusok és melyikek szólalnak meg együtt. Jó. Tehát ő ezt akarta tanulmányozni, amikor lelassította a madárdalokat, és akkor arra a felfedezésre jutott, hogy amit mi mondjuk egy pinty hangnál, ugye azért mondom a pintyet, mert a pinty az a bibab madár, ugye, tehát hogy bibab, ez az a kis frázisból van, ugye, ami pont egy pinty frázis egyébként. Tehát a pinty az azt énekli, hogy mint a Gillespie a Salt Peanuts-ba, ugye, Salt Peanuts, ugye, bibab, ugye, a pinty is. Pinty motivumban ez van. Egyébként a Gillespie csupa pinty dallam motivumot játszik, szeret játszani. Vajon honnan vette? Valószínűleg ő se tudta, ez pontosan így, de biztos, hogy ez valahol örökölte, vagy hallotta valakitől. Nos, mi derült ki ennél a lassításnál? Az, hogy az a 4-5 hangból álló pinty motívum az egyáltalán nem 4-5 hangból áll, hanem az egy igen hosszú népdalnak a teljes terjedelme, aminek a harmónia váza teljesen azonos bármilyen népdaléval. Csak mi azt nem halljuk, mert egy hang, ugyanis olyan gyorsan jönnek egymás után ezek a hangok a pinyből, hogy nekünk összeolvad, összemosódik. Miközben mi 5 hangot hallunk, vagy 4-et, az egy olyan, körülbelül egy olyan 100-as nagyságrendű hang folyamatból áll, csak olyan gyorsan követik egymást a hangok, hogy nem tudjuk, nem különítjük mi el ezt egymástól. Jó. Következő felfedezése az már véletlenen múlt, a magnetofon bekapcsolva maradt egy este, és éjszaka, amíg a szalag ki nem fogyott, ment a felvétel. Az gyorsan és lejárt. Hogy? Az gyorsan lejárt. Mi a hosszú egy szalag? De hát már akkor is volt, ezeknek a magnoknak több sebessége volt. Mm. És voltak nagyobb szalagok is. Ennek az embernek nem ilyen mambó, meg ilyen magnója volt, hanem egy komolyabb, ami a rádióban is van, amin ekkora tekercset lehetett rátenni, mindegy. De nem érdekes, hogy mennyi ideig járt, egy jó darabig járt, és nem az az érdekes, hogy mennyi ideig járt, hanem hogy mit vett fel. Ugyanis azt vette fel, hogy nyitva volt az ablaka, és a házban, ahol lakott, a lépcsőházban is volt egy ablak, aminek az egyik szárnya nem volt rendesen becsukva, és azt a húzat, azt így csapkodta a húzat, és nyikorgott a zsanér, és ezt vette fel viszonylag hosszú időn keresztül a felvétel. És volt ebben valami periodicitás, és már csak a kíváncsiság kedvére ezt is lelassította, és
pontosan ugyanaz történt, ami a madárdallal. Kiderült, hogy az össze-vissza nyikorgó ablak is egy tökéletes zenei kompozíciót produkált, csak mi azt nem halljuk, nem hallottuk, csak azokat a bizonyos hangokat, amiket a fülünk felfogott, meg egyáltalán a elkülönítő képességünk létrehozott. Tehát magyarán, aztán persze fölvette a szelet is, ugyanez történt, ugye, és igazából, ugye, hogyha elolvassuk azokat a passzusokat, amiket a Biblia a szélről ír, meg a szél hangjáról, ugye, akkor már értjük is az összefüggést, és akkor kiderül, hogy nem is értettük, hogy mit ír a Biblia a szélről, ugye. Tehát mi ebből a tanulság? Az, hogy amit mi zajnak érzékelünk, ott... tehát nem lehet elrontani a hangokat, tehát amit csak az érzetünket lehet elrontani és rongálni. Magukat a hangokat nem. És ez majd később, amikor free jazzről lesz szó, akkor ezt majd hozzuk újra elő, ezt a dolgot, jó? És amikor itt át, mikor a Mulligan, a bariton szaxofont ugye egyébként pont azért szeretjük igazán, azért, mert hogy olyan simogató, bársonyos hangja van még akkor is, hogyha valaki nagyon brutálisan intonál rajta. Ez miért van? Egyszerűen azért, mert a mi fülünknek, a hang felfogó képességünknek a hangterjedelmén belül a baritonnak viszonylag nagy a terjedelme, és olyan fekvésekben szólal meg, amiket ritkábban hallunk, és jobban meg tudja a lelkünk figyelni ezt a bizonyos folyamatos átmenetet az egyes hangok között, amit esetleg egy másik hangszeren nem annyira érezzük meg. Ugye? És ezért szinte lehetetlen egy baritonon hamisan játszani, egy bariton szaxofonon. Majdnem lehetetlen rajta hamisan. Ami egyáltalán megszólal rajta, az jó érzést fog kelteni mindenkiben szerintem, kivétel nélkül. Na most itt ebben a hangzásban, amit itt a Chet Baker és a Mulligan produkál ezen a Burnie's Tune nevű felvételen, tulajdonképpen olyasmi történik, ami Johann Sebastian Bach fúgáiban is történik, vagy esetleg akár más barokk zenékben is. Ugyanolyan, hát ma már leírható szabályok közötti közösség érhető tetten. És akkor visszatérve erre az Amerikára, hogy Amerikában mindenki jelen van, minden zene jelen van, tehát éppen ezért a jazzben minden létező, a világ minden létező zenéje keveredik össze, és ezért mindenki ismeri valahol. A lelke mindenkinek ismeri a jazzt, mert mindenki talál benne valami olyat, ami az övé. Valami olyan elemet. Anélkül, hogy tudná, meg anélkül, hogy ezt érezné. És amikor nem tetszik, az azért van, mert hogy túl kevés az ilyen elem benne, és akkor itt előjöhet esetleg egy ilyen kis nacionalista felhang, ugye? Tehát, hogyha én nagyon ilyen a saját, csak a saját egóm, akár nemzeti egóm, ha úgy tetszik, kiteljesedését tudom szeretni, az összes többi inkább zavar, tehát akkor az olyan elemek vannak a zenébe, akkor az kevésbé fog esetleg tetszeni. Ugye? Mennyire lehet változni ebben?
Hát majd mindjárt, most akkor hallgassunk zenéket.